megújult dizájnú érmek és oklevelek. Ezeket kapják majd a Diák Olimpiai Sorozat különböző szintjein dobogós helyezést elérő versenyzők. Nem csak a relikviák újultak meg, változás történt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület vezetésében is. Az elmúlt év végétől Székely Tibor tölti be az elnöki tisztet a szervezetben. Mint mondta, nagy változásokra nincs szükség, az eredményesség megtartása mellett ismét szeretnének országos döntőket hozni a vármegyébe. Általános és konkrét célokat tudok megfogalmazni. Általános célként én szeretném megőrizni a diák olimpiai rendszerben a megyének, a vármegyének az eddig elért és elismert helyét, szerepét. Rendkívül sok versenyző diákunk van, kb. 13-14 ezer közé tehető azoknak a sportolóknak a száma, akik a diák olimpiai rendszerben versenyeznek. Ehhez igazadóan a felkészítő tanárok is szép számmal vannak jelen ebben a szervezetrendszerben. Én úgy gondolom, hogy eddig is nagyon jó eredményeket értek el, és nagyon remélem, hogy ez a jövőben is így lesz. Ehhez az Egyesület mindenféle ösztönzést és mindenféle lehetőséget próbál biztosítani és megadni. Ami a konkrét célokat illeti, itt két dolgot szeretnék megemlíteni. Egyrészt idénre már próbálunk országos elődöntőt megszerezni, amikor a megyei versenyeknek vége, ezután lehet arról beszélni, hogy milyen elődöntőt lehet hozni a vármegyébe, illetve június körül lehet pályázni már a jövő évi országos döntők megrendezésére, tekintettel arra, hogy az elmúlt években a vármegyében több jó eredménnyel és jó szervezéssel megvalósult ilyen jellegű rendezvény volt. Én úgy gondolom, hogy legalább egy, de talán két országos döntőt is tudunk pályázni jövőre. A koronavírus járvány miatt két tanév kiesett a sorozatból. Az elmúlt tanévben már igaz, a korábbinál kisebb létszámmal, de az országos döntőkkel bezárólag végigmentek a versenyek. A 2022-23-as diák olimpiai sorozatra pedig visszatértek olyan sportágak is, amelyek korábban kikerültek a rendszerből. Nagyon örülünk annak, hogy a rendszerből korábban kikerült sportágakat sikerült visszaemelni ebbe a rendszerbe. Itt meg kell említeni az atlétika egyéni és pályabajnokságot, illetve a 4, 5 és 6. korcsoportos labdarúgást. A már most folyó versenyekben is a röplabdások, talán mondhatom, hogy elismerésre méltó eredményeket értek el, hiszen Békés Csabán a vasvári 4. helyezést ért el, de erről majd a szakosztályt kell megkérdezni, ők bővebb információval tudnak szolgálni. De úgy gondolom, hogy azok a sportágak, amelyek eddig úgymond sikerterületei voltak a megyei diáksportnak, azok a jövőben is fogják hozni ezeket az eredményeket. Mi Székely Tibor elmondta, szeretnék folytatni azt a hagyományt, amelynek keretében az év végén a megyeházán elismerik az előző tanévben legjobban teljesítő diáksportolók és testnevelőik munkáját.